stars shining bright above you. The Boys című sorozat mondhatnám, hogy szuperhősökről szól. De nem is róluk, hanem inkább arról, hogy hogyan akar az ember mindenáron túllépni, jobb lenni annál, ami valójában. Miként próbálja levetkőzni a saját hibáit, kövíteni azokat, és ezáltal több lenni egy eszes állatnál. Nem fogom végig alá rejteni, tetszett a sorozatnak az eddigi évadjai, kellemesen pörgős és tele van csavarral, ami sajnos vagy nem sajnos, de manapság már elvárás. Amúgy érdekes, hogy az, ha egy film pörög, az mostanában mindig pozitív, jó kis pörgős, kis akciófilm, tudod, ilyen kis izgalmas. Engem egyébként zavar, hogy most már mindig minden pörög. Gyors és semmire se sincs idő. Sokszor még az expozíciót is elsietik, vagy ki is hagyják a filmekből. Na mindegy is, zárójá bezárva. Igen, pörgős a sorozat, most jó értelembe értve. Halad a történet, nincs mellébeszélés, minden tettnek valami következménye lesz. Olyan is megesik, hogy sokkal több következménye is, mint azt elsőre gondolnánk. Kifejezetten jól van megírva, és látszik, hogy ez egy kerek egész történet, és remélhetőleg nem lesz túlhúzva, mint minden egyes nyavajás sorozat manapság. Tényleg. Tudjátok, hogy szeretek kitérni a technikai részekre, és itt is megteszem. Nyilvánvalóan egy ilyen sorozathoz mérten szép képe van, és szépen van fotózva, és a CGI helye közel is rendben van. Azért vannak olyan részek, ahol nagyon, de nagyon látszik a zöld háttér. Nem mozifilm szintű produkcióra van szó. De ez ne félemlítsen meg senkit, mert aki nem Cersei hasonlatának nem fog feltűnni. Meg amúgy is basszus, a Marvel filmeknek is olyan borzasztó a CGI, hogy eldobom az agyamat. Most őszintén, mi a bánat ez? Bruh. Kitérnék egy kicsit a színezésre, azaz a color gradingre. Ez ízlés kérdése, de engem személy szerint nagyon zavar az, hogy túlságosan, tényleg folyamatosan hideg színeket használnak. Azért a világunk nem ennyire szürke és hideg. Tudom, hogy ezzel lehet komolyítani a sorozatot, de ez a sok mélyzöld, valamint az árnyékokban a sok hidegkék nekem picit sok. Ez se zavaró, ha nem figyelünk rá folyamatosan. A fotózással kapcsolatban annyit, hogy nyilván mivel egy karakterdráma központú sorozat, nagyon sokat használják az arcközeliket, mert itt lehet bemutatni leginkább az érzelmeket. Ha már érzelmek, térjünk ki a színészi játékra. Mindenki kávé jól hozza a rászánt szerepet, vagy legalábbis nem kapok senkitől se ideg zsábát. Jó, Huey balfasz. Megidegesítő is tud lenni. De ez az a karakter felüldésnek tudható be. A sztárlátot alakító Erin Moriarty megbolondult. Valami van vele, mert egy cuki csajból egy ilyen lett. De ettől eltekintve senkitől se kapok ideg zsávát, de valaki azért csak kiemelnék. Kedves Anthony Starr, hol bújkáltál eddig, de komolyan? Annyira jól hozza Homeland a szerepét, hogy elmondani nem tudom. Egy ilyen karaktert nagyon, de nagyon el lehet ripacskodni, és átmenni egy Jared Leto féle Jokerbe. Vagy le lehet hozni, ahogy Anthony lehozza. Tényleg nem tudok belemenni nagyon, mert könnyedén spoileressé válhatna az ajánló, amit nem akarok. Az a lényeg, hogy nagyon szórakoztatóan, és jól színészkedik. Meg szeretném sóni, az ő jelenetet vittem filmezés órára bemutatni. Rövid összegzés. Ha valaki ki szeretne szakadni a DC, de inkább a Marvel filmek cukros habos világában, és meg szeretné nézni, hogy milyenek lennének a szuperhősök valóságban, akkor annak szeretettel ajánlom The Boys című sorozatot. Nem ajánlom azoknak, akik művészület, valamint nagyon mély lelki üzeneteket akarnak látni a képernyőjükön. Annak ellenére, hogy Homelander lelkutazása nagyon érdekes. Egyébként... Mi emberek is úgy viselkedünk lassan, mint a szuperhősök, az istenek. Életeket, mesterséges intelligenciákat teremtünk. És sose vagyunk elégedettek, mert azt se tudjuk igazán, mit akarunk. De van-e veszélyesebb az elégedetlen és felelőtlen isteneknél, akik azt se tudják, mit akarnak? Minimum wage, my brain is a time bomb, I'm saying goodbye.